17. fejezet. Régi és új felfedezések. Nestor kétszer is megnézte az órát, körbejárta a világó földszintjét, majd idegesen kifakadt. Hol a fenében kódolókatnak a gyerekek? Már majdnem este hat, és még mindig nem értek haza. Veszélyes, mondta Leonard. És Leonard egészen különleges képességekkel bírt, hogy előrelássa a történéseket. A félszemével igazából gyakran többet látott, mint a többiek kettővel. Verseinek pedig általában rejtett mély értelme volt, és rendszerint megjósolt dolgokat. Nestor nem volt a gyoggódó típus, de ez a hosszú távol lét nem nyugtatta meg igazán. Egyre csak Leonard versének utolsó mondata járt a fejében, mint egy megakadt lemez, s mindhármok ilyettét elveszi. Eszébe jutott az a három, úgy, ahogy megbuherált bicikli, amivel útra keltek a gyerekek. Olyan merre vagytok? Kérdezte a kertész Salton Cliff-től és a tajték zuhaboktól. Besántikált a házikójába, elővett egy távcsövet, majd visszament a szirtre, és elkezdte végigpásztázni a strandot és a falu partszakaszát, közben olykor nagyot tüsszentett. Látta, ahogy Leonard kinyitja, majd újra becsukja a torony ajtaját, és eltűnik a fehér világító toronyban. Aztán megint Jason és Julia édesanyjára gondolt, aki már kétszer telefonál délután, és mindkétszer alig bírta kimagyarázni a kertész, hogy miért is nem adhatja őket. Hát csak a hajuk szála is meggörbült a gyerekeimnek, mondta hangosan, miközben kémarkál felnagyítva vonult a ellencsék előtt. Megfizetsz érte, egyszer és mindenkorra. Ahogy már sok-sok évvel ezelőtt meg kellett volna tennem, ahogyan mindenkinek meg kellett volna tennie. Nestor csak akkor tette le a távcsövet, amikor már megfájdult a karja. Úgy tűnt, a falu nyugodtan éli mindennapi életét, mint a turista, aki egyszer ide tévedt, s egyből el is feledi mindörökre kémarkávat, amint egyszer hazatér. Nem történt semmi, dünnyögte Nestor, nyugalmat erőltetve magára. Nem sokára itt lesznek. Idő. Mi ez az egész, ha nem időkérdés? 20 méterrel alatta hangosan morajlott a tenger, ahogyan a sziklák köz utat keresett magának. A szikomorfa, a kőrés és a tölgyek ágai hajladoztak a szélben. A sírálok megpihentek egy pillanatra a vidalgó tetején, hogy aztán egyből felröppenjenek megint a széláramok nyomában. Minden mozgásban volt. Minden folyékony volt, illékony és változó, és az idő diktálta el kaotikus mozgás szabályait, miközben gúnyosan figyelt kívülről. A kulcsok visszatértek, és a kapuk megint kinyíltak. Ki dobta vajon be őket megint a játszmába? Az idő? Még a kulcsok sem állapodnak meg sosem, gondolkozott hangosan Nestor, aki mint mindig most is a tengerrel osztotta meg gondolatait. Maguktól mozognak, és mindig új zárakat keresnek, amit kinyithatnak. Kézről kézre, zsebről zsebbe, fiókból fiókba vándorolnak, még csak mindenki el nem feledkezik róluk. És akkor valaki másnak a kezében tűnnek fel, és újra kell kezdeni az elejétől a játékot. Pontosan ebben a pillanatban, amikor éppen legjobban elmerült a gondolataiban, a kertész egy hangot hallott, akely a nevén szólította. A kertész lakfelé nézett, senki. A vidalgó padlás ablakaira bámult, senki. Aztán megpillantotta Ricket, aki éppen kibukkant a kapu felől biciklién, mögötte Juliával és Jasonnel, aki egy rózsaszín csilingelő kerékpáron ült. Nestor, szólították a gyerekek. Nestor, ezt nézd meg, mit találtunk. Az öreg kertész legszívesebben felszabadult nevetésben tört volna ki, és egyenként megölelte volna őket, ám nagyot sóhajtva komolyságot erőltetett magára. Végre megnyugodva oda sántikált a gyerekekhez. Szép bicikli, mondta Jasonnek, amikor odaért. Elfogadom, hogy a falu összes kislánya irigykedik rád. A gyerekek legelőször megmutatták neki azt a lapot, amit a Kilmarkáv úti kalauzban találtak, majd elkezdték kérdésekkel bombázni. Te nem tudod, mi történik a vonat csinekkel? És a térre lévő szobor? Tényleg nincs 5. filmos nemű király? Feltűnt neked is valami furcsa? Tudtad, hogy egész Kilmarkávban nincs egy tábla sem, ami a helyiségi nevét jelezni? Hol van a vasúti ágút? És az állomás? Tudtad, hogy van még egy csomó időkapu? Ismered Kleopatra Biggles-t? És az auklokot? Miért nem mondtad soha, hogy Penelope festett? Szerinted mit keresett egy csapfigura az egyik festményének hátulján? Mit tudsz Peter Dadaus-ról? Kérdezte egyszer csak Julia. Nestor halván ezt a kérdésre adatot, kezdett rosszat sejteni. Peter Dadaus? Mi volt a falu órásmestere? Gyakran jött fel a villába? Miért kérdezitek? Ugye jó barátja volt a régi tulajdonosnak. Barátja az talán túlzás. Azt hiszem ismerték egymást. És milyen jól hiszed? Vágta rá Jason diadalmasan. Ezt nézd meg, mit találtunk a boltjában. Nestor kissé gyanakodva vett a kezébe egy papírborítékot, mely a napró vékony betűkkel lezárt.
Egyetlen barátainak, Penelope-nak és Ulyssesnek megkésve bár. Nestor szeme elkerekedett a csodálkozástól, és bizonytalanul forgatta kezében a borítékot. Nézd csak meg, mi van benne, Mr. Tarik. Neked nem kéne lassan hazafelé indulnod? Mordult rá a kertész ideges hangon. Mindjárt megyek. Először azonban ki kell találnunk, hogyan lehetnek hallgatni, tette hozzá Julia, és a kertész figyelte, ahogyan azt a kezébe csúsztatja a boríték tartalmát, egy fekete, felirat és címke nélküli hanglemezt. Amint megpillantotta, Nestor kifakadt. Ezt meg hol találtátok? A boltjában. A boltja be van zárva, vetette ellen a kertész, és a ház felé elkezdett sántikálni. Sikerült kinyitnunk. Úgyhogy a gyerekek meg ne lássák, Nestor elmosolyodott. Azt hittem, az lehetetlen, mondta fejcsúválva. Mi hárman nem ismerünk lehetetlent, elkesedett Julia, és megölelte a két fiút. Nestor bement a villaróba, s a gyerekek követték. Nem tudod, hogy lehet meghallgatni? Nestor csak dél mögött valamit válasz helyett. Én azt mondom, ezzel a lemezen lesz rajta, hogy melyik úton jutunk el ahhoz, amit keresünk. És mit is kerestek? Kérdezett vissza Nestor, miközben előttük ment felfelé a lépcsőn, a régi tulajdonosok arcképei között. Természetesen Ulysses Smurt. Akkor alig, ha kimentek a temetőbe. Felértek az emeletre, és mind a négyen bementek a könyvtárba. Nestor kinyitotta a ládát, amely a bőrdívány mögött volt, és egy öreg gramofon alkat részét húzta elő belőle. A Torture Jason-re bízta, és előszedte a négyszögletes alapot. Közben Julia megmutatta Ricknek a mennyezetet díszítő családfát. Nestor a szoba közepére helyezte a gramofont, rászerelte az erősítő töltsért, a csőre, rátette a lemezt, a tűt az első barázdára helyezte, majd felhúzta a készüléket. Néhány üres forgatás után a készülék bekapcsolt. Először csak a tűhalak hangját hallották, meg azt a kattogást, ahogy ide-oda ugrál a barázdák között. Azután viszont, legnagyobb meglepetésükre, muzsika helyett beszéd hang hallatszott a lemezről. Peter Dedalus hangja volt az. A gyerekek a gramofon körül szorongtak néma csendben, még Nestor köhögött egyet, és a zongorára támaszkodott.